A házigazda PMFC-n kívül a Ferencváros, a horvátországi Eszék és a romániai Nagyvárad U13-as leány labdarúgói mérkőztek meg egymással a hétvégi PMFC leány nemzetközi tornán az idősebb Dárdai Pál labdarúgó utánpótlás edzőközpont műfüves csarnokában. Ugye U15-U17 után úgy gondoltuk, hogy a kisebbek is megérdemelnek egy nemzetközi tornát, hiszen ők is nagyon kemény dolgoznak, nagyon lelkesek, nagyon sokan vagyunk, és azért gondoltuk, hogy egy U13 nemzetközi torná hozunk létre Pécsen. Annyit kell tudni, hogy a mi csapatok borzalmas fiatal, tehát kisebb 2-3 év. Gondolkodunk, hogy ilyenkor nem az elmenje fontos, inkább azt, hogy találkoznak más kultúrá, más csapatok is, megnézzük, hogy reagálnak erre. Hát mi az itt Pécsen próbálunk, hogy azt megszősítjük ezt sportág, és arra nagyon büszke vagyok, mert nagyon fontos tartunk ezek a nemzetközi torná, az, hogy még több klubok bevonunk a mi kísérletünk is, szerintem itt most egyszerű. Hazánkban csak a nagyobb korosztályok számára rendeznek nemzetközi tornát, így a PMFC Akadémia kezdeményezése hiánypótló. Én már nagyon sok sportot próbáltam, de akkor próbáltam a focit is, és az nagyon bejött. Hát kb. 2 vagy 1,5 éve focizok. A fradisokat ismerjük, velük már játszottunk, csak másik csapattal. Akkor ők nyertek, mi vesztettünk, de igazából nagyon jó volt a játék. A Fradi Akadémia rendkívül jól szervezett, ütőképes csapat benyomását keltette. Fradinak az U14-es korosztálya az most szeptemberben alakult, ők tehát egy éve vannak együtt. Van olyan, aki kicsit föntebb is szokott játszani, meg kicsit ügyesebb, vagy kicsit kinőtte már fizikálisan ezt a korosztályt, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy ők 2010-11-esek a gerince, de hoztam 2012-es játékost is, hogy kicsit megézlelje a nagyobbak futballját. Én azt veszem, hogy egyre népszerűbb, nem csak a főváros környéke, hanem most már a vidéki nagyvárosokban is, hála a utánpótlás programoknak, illetve az MLS új koncepciónának, és ez nagyon-nagyon pozitív, hogy nem csak a fővárosra koncentrálódik most már, hanem országos szinten növekszik a női futball, és elismertebb lesz. Első körben azt várjuk, hogy megismerkedjünk a nemzetközi társainkkal, esetleg barátságot kötessenek, felmérjük, hogy hol tartunk, esetleg a lányok hol tartnak személy szerint, úgyhogy nagyon jó szakmai kapcsolatot is szeretnék ezáltal kialakítani a kollégákkal. A Ferencvárosi Gárda már az U14-es bajnokságban szerepel. Megtetszett. Mióta focizol? 6 éve. Egy nagy teljesítményt érek el. Egy héten 3 edzésük van. Nem nagyon ismerem az ellenfeleket, és minden jót. A nemzetközi tornáról minden csapat aranyéremmel térhetett haza. A tervek szerint folytatódik a sorozat, de nem csak Pécsett, hanem a többi helyszínen is rendeznek majd U13-as tornákat.